A film úgy indulna, hogy látunk egy gyereket, akit úgy hívnak, hogy Karcsi. Ő az osztályban a legtakarékosabb gyerek. És minden nap 5 forintért vesz takarékbélyeget, mert mindenki tudja, hogy biciklire gyűl. És azt is mutatnám, amikor a Karcsi leviszi az üres üvegeket, meg a régi újságokat, és azt a pénzt is bélyegekre költi, nem pedig csak fagyira és rágóra. És aztán látnánk, hogy évvégén a Karcsinak van biciklije, és nagyon örül, és akkor a többi gyerek egy kicsit irigykedik, de elhatározzák, hogy ők is gyűjtenek focira, meg sátorra, meg magnószalakra. És így szép zenével vége lenne a filmnek, és ráírnánk, hogy iskolai takarékbélyeg. És sokat vetítenénk a tévében, hogy minden gyerek takarékoskodjon. Iskola felé arra vettem az irányt kicsit kerülővel, de hogy legalább 3-4 ilyen fülkét érintsek. És az emberek, amikor lebeszélték a kártyát, általában vagy ott hagyták a telefonnak a tetején, vagy mellette ő kukába dobták. Tisztítószerrel megtisztítottam, és akkor betettem akkor még egy nagyon régi kazettatartó műanyag dobozba. Akkor én nem tudtam, hogy van itt katalógus, valamilyen tematika alapján adják ezeket a kártyákat. Egyáltalán, hogy vannak reklámkártyák, mert ugye én is csak a forgalomban lévő kártyákkal találkoztam. És utána olvastam, hogy a Zsaru magazinba írtanak az aktuális telefonkártyákról, ott tűnt fel, hogy a nyugati aluljáróba Budapesten árulnak ilyen kártyákat. 13-14 éves fejjel fölvonatoztam Budapestre, elmentem a nyugati aluljáróba, a dílerektől vettem, iszonyatosan horroráron adták ezeket a kártyákat. 500.000 forint volt már akkor egy ilyen kártyának az értéke. Planétás szépségkártyák! Havonta megjelenő 24 kártyából álló új sorozat. Tanácsot ad a kozmetikától az öltözködésig, a hajápolástól a gimnasztikáig. Öltözködési tanácsok. Mozgás a szabadban. Dekoratív kozmetika, hajápolás. Kismamák testápolása. Intimitások. Csak férfiaknak. Tini kozmetika. Szépsége alapja. Legyen a lapja. Planétás! 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 Ő maga Magyarország legnagyobb gyűjteményével rendelkezik, több mint 90.000 szalvétájának tárolására egy egész szobát alakított ki. Ezzel a mennyiséggel európai szinten a 6. legnagyobb gyűjtőnek számít. Gyerekkora óta foglalkozik a szalvétákkal, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Főleg külföldről szerzi be az egyes darabokat, gyakran látogat ki német szalvétabőrzékre, ahol sokszor talál egy-egy szalvétához megfelelő papírzsebkendőt is. Olyan bélyeg, amit kiadom a címkét. Gyufa címkéből mára több mint 10.000 darabból áll a magyar, illetve sporttémájú kollekciója. Sörös címkékből kizárólag a kanizsaiak érdeklik, viszont ezeket már senki nem akarja eladni, vagy csak megfizethetetlen áron. Legrégebbi képeslapja az 1880-as évből való. Én a magyar történelem motívumot gyűjtöttem. Az tekintélyes több mint 300 lapos anyag, és aztán ezzel párhuzamosan kezdtem a magyar egyház történetet. Etelköztől pápa látogatásig.